Köszöntöm a Gemini Televízió minden kedves nézőjét, Önök a 22. évfolyam 18. heti adását látják. Nézzük már is a tartalmat. Először a Több szemköz Darázsi Kálmánnal rovatunk kerül képernyőre, majd a tanulószoba következő részét tekinthetik meg. Ezt követően Hanzalik Andrea lesz a vendégem. Adásunk végén pedig a Monori Városi Könyvtár névadó ünnepségét tekinthetik meg ismételten 2013-ból. Több szemköz Darázsi Kálmán elnevezésű rovatunkban folytatjuk a parkolási koncepció ismertetését, és még két téma került ma terítékre. A műsorajánló támogatója Zlinszky Istvánné női fodrász és a Kisoptika, ahol minden szemre való. Kedves nézőink, ahogy azt már jeleztem, mai műsorunk első vendége Darázsi Kálmán polgármester úr, a Több szemköz Darázsi Kálmánnal elnevezésű rovatunkban. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm, szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai témáink között szerepel a járványügyi intézkedések, beszélgetni fogunk, folytatjuk a parkolási koncepció átbeszélését, és a Kövánál bekövetkezett változásokról is szólunk. Nézzük akkor a járványügyi intézkedéseket. Ugye a kormányrendelet bizonyos feltételekkel megengedi az intézmények látogatását. Hát Monoron a könyvtár nyitott ki, az uszoda, a sportcsarnok, nyitott-e még bármi más? Nem, hát gyakorlatilag valóban a Vigadó nyitott ki. Így van. Uszodánk, sportcsarnokunk, és a könyvtár, igen, valóban ezek az intézmények nyitottak ki. Hát ugye a kormányrendelet alapján ugye ezeknek a látogatása ugye az oltási igazolványhoz van kötve, úgyhogy tulajdonképpen elkezdenek működni, valószínűleg nem ugyanazzal a kapacitással, mint mondjuk a mikor nincs járványhelyzet, majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, és ahogy gondolom változnak a számok, majd eszerint fognak ezen változtatni, ezeken a megkötéseken. De én most úgy látom, hogy azért az oltási igazolvány ez ki fog azért húzódni. Kapnak-e visszajelzést akár a hivatalba, akár az intézmények arra vonatkozóan, hogy elégedetlenek a látogatók azzal, hogy csak azok mehetnek be, akiknek már van oltási igazolványuk? Én személy szerint nem kaptam. Egyébként ezt a rendeletet nem az önkormányzat hozta, tehát biztos vannak olyan emberek, akik elégedetlenkednek vele, de ez nem az önkormányzaton múlik, nem a polgármesteren múlik, nem a képviselőtestületen múlik, úgyhogy felénk ilyen jelzés nem jött. Azért látom a közösségi oldalon, hogy azért van ebből felháborodás, ez várható is volt, hogy azért ez nem okvetlenül aratt osztatlan sikert majd. Nyilván érdekli a nézőket az, hogy a polgármesteri hivatalban mikor lehet személyesen ügyintézni, lesz-e erre esély a közeljövőben? Én azt gondolom, hogy szépen lassan azért, ahogy a javuló tendenciát mutat ugye a járványhelyzet, azért megpróbálunk mi is nyitni. Most még jelenleg azért próbáljuk ezt kordában tartani, de én azt gondolom, hogy néhány hónapon belül azért ez változni fog. És akkor rátérünk már is a parkolási koncepcióra, mert hogy ugye ígértük Önöknek, hogy minden egyes műsorban egy bizonyos részt átbeszélünk majd polgármester úrral. Jó nagy forgalom van a városban, gondolom ezt Ön is megtapasztalja, hogy időnként az ember úgy érzi magát, mintha Budapesten lenne, autó hátán autó, tele türelmetlen sofőrrel. Melyek a legforgalmasabb részek a városban, főleg úgy, hogy megnyílt a lehetőség az M4 gyorsforgalmi út használatára több mint egy éve? Az M4 az megváltoztatta Monor közlekedését nagy mértékben, ugye a Péteri útra sokkal nagyobb forgalom terhelődik. Én nem látom azt, hogy a Kistói úton olyan nagy mértékben csökkent volna a forgalom, de azért valamilyen szinten biztos csökkent, mert azért azok az emberek, ugye, aki a vasúttól ugye északra laknak, azok inkább a Péteri lehajtó felől vagy a Gombai lehajtó felől közelítik meg a várost. Ennek ellenére azért az Ady Endre utca is nagyon terhelt, a reggeli órákban külön problémát jelent, ugye, hogy ott az egészségház érintve van, posta érintve van onnan, illetve van ott két oktatási intézmény, az Ady úti általános iskola, illetve a József Attila gimnázium.
Az Adi út az egy külön érdekes történet, hát hiszen keresztül szeli a MÁV-nak legalább két simpárja, és ugye mindig feltételes módban, de azért beszélgetünk időnként arról, hogy hát ha megépülhet az a bizonyos gyorsvasút, ami Monor és Ferihegy között egy új lehetőséget biztosít az ingázóknak, mert ugye mindenki azt mondja, hogy állandó jelleggel le van zárva a sorompó, és ha ez megépülhetne, akkor ott nagy változások lehetnének. Van rá esély? Látszik már valami? Szerintem jövő évben fogjuk tudni megmondani ezt, hogy lesz rá esély. Valójában, ahogy telik az idő, a beruházásnak a költség az egyre jobban nőni fog. Hát én nagyon bízom benne, tehát Monor életében egy hatalmas nagy változást okozna ez a gyorsvasútnak a megépülése. Szerintem közel akkora változást, mint mikor a 100-ávas útvonal megépült. Én is tapasztalom ezt a vasúti átkelőhelyes problémát, sokszor elgondolkozok rajta, hogy lehet, hogy a kamerán látják, hogy jön a polgármester, és akkor mindig le kell csukni a sorompot, de látom, hogy mindenki ugyanezzel a problémával küzd. Megmondom őszintén, hogy én is a telepen lakom, de általában kerülővel szoktam menni az aluljáron keresztül, mert az még benne van a pakliba, hogy egy sorompot kivár az ember, de mikor kettőt, hármat kell esetleg végigvárni, az már tényleg jobban megéri az a plusz 2 kilométer, és akkor pontosan tudok számolni azzal, hogy mondjuk mikor érek be a munkahelyemre, vagy esetleg mikor érek haza, vagy máshová. Polgármester úr, egy nagyon jó 101-nehány oldalas koncepció van most is ön előtt, amiből én is készülök. Ha ez a csomópont megépül az Adi úton, ugye ez ígér ide egy felüljárót, meg parkolókat, meg egyebeket, akkor ez mennyiben lesz összehozható majd a parkolási koncepcióval, illetve mennyiben fogja megváltoztatni a város közlekedését és annak ritmusát? Teljesen meg fogja változtatni, valószínűleg még nagyobb lesz a forgalom az Adi úton. És mert még nagy... gyorsabb? Hát azt nem mondom, hogy gyorsabb, én azt gondolom, hogy hosszú távon ugye ott az iskolánál is merőleg, vagy párhuzamos parkolókat kell kialakítani, de hogyha valóban ez a csomópont megépül, és ugye a felüljáró gyakorlatilag ott a majdnem, hogy az Adi iskola bejáratánál fog véget érni, illetve ott lesz egy szervízút ugye a Móri Zsigmond utca felől, egy annyira bonyolult kereszteződés lesz ott, hogy mindenféleképpen lámpa lesz rajta, úgyhogy a lámpa nagy mértékben meg fogja változtatni a közlekedést, teljesen megváltoztatja Monor közlekedését. Ugye akik tervezték ugye ezt a gyorsvasutat, ők azt mondták annó, illetve a beruházó is azt nyilatkozta, hogy valójában sokkal egyszerűbb nekik az, hogyha egy felüljárót építenek, mert hosszú távon a felüljáró üzemeltetése az olcsóbb, kevésbé költséges, de lesz ott aluljáró is, tehát a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak aluljáró lesz ugye a vasút alatt a most a jelenlegi tervek szerint. Én nem szeretném sürgetni az időt, de nagyon várom ezek után 2022-t, hogy már terveket is tudjunk esetlegesen bemutatni a nézőknek. Ugye azt megbeszéltük számtalanszor, hogy 6100 háztartás van Monoron. Átlagban azért azt gondolom, hogy majdnem minden háztartáshoz 2 autót nyugodtan hoz, de másfelet okvetlen hozzá lehet rakni. Ami miatt ez a parkolási koncepció igen, is elkészült. Azt vajon mérje, vagy volt-e erre felmérés, hogy mekkora a teherforgalma Monornak? Ha csak arra gondolok, hogy az Adi úton 1-2-3 bevásárló központocska is van. Az igazság, hogy nem a bevásárló központok generálják a legnagyobb teherforgalmat. Ugye lehetett látni azt, amikor a 4-es elkerülő épült, hogy akkor mekkora teherforgalom hárult a városra. Én azt gondolom, nézték egyébként a teherforgalmat is itt a parkolási koncepció kapcsán, de én azt gondolom, hogy ezek az ipari fejlesztések, ezek sokkal jobban vonzák a teherautókat. Ugye a Sinkheung, a koreai gyár is folyamatosan ugye fejlődik, terjeszkedik, ugye a Cevánál, ott a Cséfharaszti úton is hatalmas nagy beruházás van, az Ervent is, ugye szintén az Ipar utcán, ők is lassan befejezik az építkezést, ez mind-mind forgalmat generál. De én azt gondolom, hogy ezek a úgymond Monor túloldalán vannak a telepi részen, tehát egy forgalom szabályozáson be már elkezdtünk a közúttal tárgyalni, megoldható az,
hogy mondjuk ezek a gépjárművek, akik ezekre a telephelyekre érkeznek, a régi négyes utat használják, és ne a belvárosnak a forgalmát terheljék. Az lenne a illetve itt beszélhetünk még a Csévharaszt vasat felé menő tehergépjármű forgalomról, tehát az is egy nagy probléma a városba. A többi gazdasági területünket, ugye a Péteri út mellett, illetve a József Attila utca végén jelöltük ki, úgyhogy azok úgy megközelíthetők, hogy gyakorlatilag a város forgalmát nem érinti. Tehát mindig, mikor tervezzük ugye a helyi építési szabályzatokat, szabályzási tervet, mindig arra próbálunk törekedni, hogy ez a teherforgalom kikerüljön a városból. Ha már a legforgalmasabb utcáknál járunk, akkor mondjuk a Kistúi aluljárónak a megépítése, az mekkora segítséget nyújtott a forgalom szabályozáshoz? Mert azt én arra emlékszem nagyon jól, hogy amikor az épült, akkor az Adi úton a hídról kitolatni, hát az minimum életveszélyes volt. Miután megépült az aluljáró, 10-szeresére nőtt a Kistúi úton a forgalom. Ugye mindenki szívesebben használta azt, valamennyire le is szedte ugye az Adi útról a forgalmat, viszont ugye folyamatosan nő a gépjárműveknek a száma, sokkal nagyobb a teherforgalom, és azért valljuk be őszintén, hogy kicsit iparosodik a város, nem is kicsit, ami szerintem később azért sok pozitívot is fog hozni, és oda kell figyelnünk arra, hogy nagyon negatív hatása ne legyen a városa. Megnőtt ott a forgalom. Az aluljáró a mai napig egy nagyon veszélyes csomópont. Nem tudom megmondani pontosan, hogy milyen gyakran vannak ott balesetek, de mind a város felüli kivezetésen, tehát ahol a Móricz Zsigmond utcára, mind a Pósa-Lajos utca felől veszélyesek a csomópontok, és valójában miért veszélyesek? Azért, mert a 40 km/h sebességet nem tartják be a gépjárművezetők. Viszont az Okosváros projekten belül volt egy olyan tervünk, hogy oda egy véderendszer kerül kiépítésre, tehát akkor kintán lesz mindenki betartani 40 km/h sebességet, mert egyébként megy a cseg. És akkor nem lesz az, hogy gyakorlatilag heti rendszerességgel, hetente többször is vannak ott balesetek. Épp most állítják helyre, talán tegnapi napon csinálták a korlátot, amit szintén egy baleset okozott, és hosszú-hosszú ideig le volt ott szalagozva. Ki kellett nyomozni azt, hogy pontosan ki is fogja ezt helyreállítani, ugye, mert mi hivatalosan megkeresést a balesetről nem kaptunk, tehát nekünk kellett utána menni rendőrségnek, akkor nekünk kell majd... Ráadásul közút tulajdonában van az az út, ugye? Hát az a baj, hogy az az út nem közút tulajdonban van, nem önkormányzati tulajdon, de a közútnak a kezelése. Viszont az aluljáró az önkormányzat kezelésében van, és a bicikli út, meg főleg ezek azért nagyon összetett dolgok, de ezeket én már így örököltem meg, és ezeket nagyon nehéz egyébként rendezni. A Kistói aluljárónál, ha már megyünk kifele a 4-es főút felé, az egy szerintem, és ez az én magánvéleményem, óriási jelentőséggel bírt az, hogy a Pósa-Lajos utca egyirányúsítva lett annak idején. És aztán valamilyen oknál fogva mégis vissza lett rakva kétirányúsítottra, és már is rátérünk az egyirányúsított utcákra. Nagyon jó volt, hogy csak lekanyarodni lehetett. Sokkal könnyebb volt, és szerintem abban az időszakban lényegesen kevesebb koccanásra volt lehetőség. Igen, valójában ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire vesszük figyelembe a lakosság igényei, a lakosok igényeit, mert itt valójában egy lakossági felháborodás történt erre. Tehát volt egy ugye ez a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottságnak a jogkörében van a forgalomszabályozás. Megtörtént ugye ez a forgalomszabályozás, valójában én ebbe akkor nem vettem részt pontosan az anyagnak a kidolgozásába, mert eredetileg úgy terveztük, hogy a Verespálnél lesz csak egyirányosítva befelé, mert ott egy nagyon bonyolult csomópont alakult ki azzal, hogy szilárd burkolatot kapott a Verespálné. És a Pósát nem is akartuk valójában igazán egyirányosítani, de aztán mégis ennek a döntésnek a hatására ugye a hozzáértő kollégák, ők azt mondták, hogy ezt jobb, ha egyirányosítjuk. Meg volt a lakossági felháborodás,
aláírásgyűjtés, és akkor végül visszaállította a bizottság, mert valójában az volt a probléma, ugye, hogy mind a Verespálnén, mind pedig a Pósa Lajoson csak a Lidl irányába lehetett közlekedni, és ez egy hatalmas nagy kerülő volt az ott lakók számára, akik ugye a Kistói úton szerettek volna kijönni, mert valójában ki kellett menniük ugye a Páskom utcáig, a Páskom utcán bejönni, és úgy tudtak a Puskin utcán kijönni a Kistói útra. Úgyhogy ezért volt. Egyébként én azt gondolom, hogy ezek az egyirányosítások sok esetben nagyon sok problémát megoldanak. Ugye annó Monor úgy alakult ki, hogy nagyon sok helyen nagyon keskeny utcák lettek kiszabályozva. Mint például most beszélhetünk a Tátra-Mátra utca egyirányosításáról. Ezek az utcák már a közterület mérete folytán alkalmatlanok a kétirányú közlekedésre. Alkalmasak voltak addig, amíg nem volt rajtuk nagy forgalom. Igen. De nagyon sokan ugye a Péteri lehajtó miatt ugye ezeket az utcákat használják arra, hogy megközelítsék, illetve elhagyják a várost, mert nem akarnak bemenni a városközpontba. És ezért egyszerűsít ez nagyon, nagyon sokat a közlekedésem. De valójában azoknak, akik ott laknak, és mondjuk körbe kell menniük, és egy nagyobb kört kell ahhoz megtenniük, hogy mondjuk elhagyják a lakhelyüket, hát ő nekik egy kis bosszúságot okoz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Pesten sem kérdezik meg a lakosságot, hogy akarod-e barátom, hogy egyirányú legyen, egyirányúsítják, aztán kész. Azért a Monor az nem Budapest, tehát itt azért... Én ezt mind értem, csak... Igen, én azt gondolom, hogy azért sokszor már ebbe a munkába, amit én is csinálok mondjuk, egy teljesen más kép jelenik meg előttem, én teljesen másképp gondolkodok a városról, mint mondjuk az emberek, de alapvetőleg azért vissza kell térnem a lakos nézőpontjára is, vagy úgymond úgy kell néznem egy kicsit a várost, mint egy lakos, hogy tényleg mi teszi jobba az életemet, mert minket, mivel nagyon sok információnak a birtokába vagyunk, és nagyon sok mindent látunk, vagy látjuk azt, hogy bizonyos dolgokat miért nem lehet, vagy miért lehet megcsinálni, egy kicsit megvezetnek ezek a dolgok. És azért szerintem sokszor jó az, hogyha kikérjük a lakosság véleményét, és azért, hogyha valami olyan nagy felháborodást okoz, hogy mondjuk egy ilyen Pósa Lajos méretű utcából mondjuk 50-60 aláírás össze lehet gyűjteni, akkor bizony én azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy abba az irányba elmenni, amit a lakosság igényel. Szerepel a tervek között további utcáknak az egyirányúsítása? Mert én számúgykor is elmondtam, hogy a Dózsa-György utca is nagyon jó volt, vagy a Mátyás Király utca is nagyon jó volt, hogy egyirányúsítva lett. Ugye a Petőfi kifele, a Mátyás Király pedig befele, mert az sem bírja el, főleg úgy, hogy ott parkolnak mind a két oldalon, tábla ide, tábla amoda, az emberek megállnak az üzleteknél, meg a munkahelyek előtt beugrani bármiért, azért az is eléggé keskennyé válik ezáltal. Meg kell vizsgálni, ahogy a forgalmi helyzet változik, úgy meg kell vizsgálni, hogy melyik utat kell valójában egyirányosítani. Azért ez nagy mértékben megváltoztatja a közlekedést, és azért nehéz ezt megszokni. Tehát az a baj, hogy például ugye állandó probléma a Virág utca, Mátyás Király utca kereszteződés, ugye amíg nem tettük oda a forgalomlassító párnákat, addig szerintem napi rendszeressége volt ott egy koccanásos baleset. Ugye régen ugye a Mátyás Király utca volt a felsőbbrendű út, aztán a Virág utca lett, ugye, hogy a tűzoltók egyszerűen ki tudjanak járni. És ezt nagyon nehéz megszokni annál a kereszteződésnél, és szerintem ugyanez a probléma máshol is. Én mai napig van olyan, hogy a Petőfi utcán fordítva a másik irányból jönnek vissza, pedig most már kihelyeztünk mindenhova táblát, hogy látható legyen, hogy behajtani tilos, és az egyirányú utca a vasútállomás felé. Ráadásul elég régóta így van már azért. Igen. De kedves nézők, bizonyára emlékeznek még azokra az időkre, amikor az Adi útról a Kossuth-Lajos utcára, akár Péteri felé, akár pedig Monori erdő irányába úgy lehetett csak kikanyarodni, hogy volt ott egy nagyon helyes stopptábla, amit a monori rendőrök rendszeresen ellenőriztek is, hogy vajon hányan állnak meg, akik nem, azokat pedig leintették, igazoltatták, majd csekkel jutalmazták ezt a fajta dolgot.
És aztán a Városközpont rehabilitáció keretében sikerült oda egy körforgalmat megépíteni, ami nagyban megkönnyíti a közlekedést. A nehézkes átkelés bizonyos kereszteződésekben témához érkeztünk, hát további három ilyen van Monoron. Mit terveznek ezzel, mit mond a koncepció, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Ugye itt egyszer a József Attila Kistói utcai, vagy Kossuth Lajos utcai kereszteződést, ahova sajnos nem fér be a körforgalom, de én azt gondolom, hogy ha most rendeződni fog az útburkolat, illetve majd ott is lesznek parkolók építve hosszú távon, vagy legalábbis az ott lévő lakásokhoz kell majd építeni parkolókat, azért rendeződni fog. Én nem gondolom egyébként, hogy annyira veszélyes lenne az a kereszteződés. Ha mindenki betartaná a szabályokat, és nem parkolnának ugye az út szélére, akkor elég jó belátható lenne az a kereszteződés, és ugye a balra kanyarodás esetén is ugye biztonságosan tudnánk haladni a járművel. Most azért a parkolás a legnagyobb probléma, tehát az a parkolás, ugye, ami nem engedélyezett ott. Ugye van a Kistói utca, Kossuth Lajos utca kereszteződés, ugye ott egy gyalogátkelőhely, egy okos gyalogátkelőhely lesz kialakítva, szerintem ez is sokat fog javítani a közlekedésen. Ugye jelenleg ott a kerékpárosoknak és a gépjármű vezetőknek is, akik a Kossuth Lajos utcán elsőbségük van. Volt egy olyan ötlet, hogy esetleg legyen ugye a Kistói utca felsőbbrendű, és akkor úgy megy rá a Kossuth Lajosra, de én ezt úgy gondoltuk, hogy ez nagyon nagy változtatás lenne, ezt nagyon nehezen vennék be a lakosok, úgyhogy jelenleg ott egy okos gyalogátkelő hely lesz kialakítva. Ott volt ugye néhány évvel ezelőtt a halálos közúti baleset is. Igen, azon a szakaszon. Két és fél, három évvel ezelőtt. És akkor igen. Nagyon-nagyon amellett tették le a közösségi oldalon legalábbis a voksukat a lakosok, hogy jó lenne oda egy lámpás kereszteződés. Annak lenne értelme? Függetlenül attól, hogy ott lesz egy kijelölt gyalogátkelő hely, ami okos lesz? Ez borzasztó egyébként, borzasztó volt ez a baleset. Én emlékszem, mikor a kapitány úr fölhívott és mondta, hogy mi történt. És valójában a lámpa nem lenne erre megoldás. Biztos megoldás lenne, de olyan torlódásokat okozna a városba, ami máshol okozna baleseti gócpontot. Én azt gondolom, hogy a gyalogátkelőhely sok mindenben megoldást fog nyújtani, illetve én azért valamennyire képbe vagyok ott az ügyjel, ezzel az ügyjel, és azért ott is volt szintén egy olyan gépjármű, egy parkoló kisbusz, amitől a kamionsofőr nem láthatta a kerékpárost. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor, igen. Úgyhogy ez is okozhatta, tehát ott is szintén volt egy olyan megállás, de ezeket mind-mind rendezni lehet úgy, és egyébként fognak egyszerűsödni ezek a kereszteződések, mert most már a közút nagyon beleáll, illetve a közlekedési hatóság azokból, hogy bizony-bizony ott, ahol nem lehet parkolni, ott nem lehet parkolni, nem tudjuk táblával megoldani, akkor fizikai akadályt fogunk oda tenni, ugye a közút útjaitól egy méterre lehet pollereket, virágládákat kihelyezni, és akkor ki lesznek rakva, és akkor nem fognak. Mert én elhiszem, hogy mindenki szeretne közvetlenül ott megállni, ahova éppen érkezett, de vagy ahova bemegy, de sajnos sok esetben ez nem megoldható. És akkor a harmadik, az pedig a Kistói felüljár, vagy aluljáróból a balra kanyarodás, ugye a Móricz Zsigmond utcára. Oda gyalogátkelő helyet is szerettek volna a monoriak, valamiféle lámpás megoldásban is gondolkodtak, mindannyian nem hozzáértőként természetesen, velem együtt az élen. Mi lehet ott a megoldás? Én azt gondolom, amit előbb említettem, tehát hogyha 40 km/h sebességhatárt betartják, akkor sokat egyszerűsödne az a kereszteződés. Nyilván ezt most így könnyű elmondani, de ezt a legegyszerűbb tényleg egy ilyen védarendszerrel lehetne betartatni. Valamilyen megoldást ki fogunk rá találni, hogy az megoldható legyen hosszú távon. Gyalogátkelő helyet már itt is elmondtam, szerintem többször nem lehet odaépíteni. Nem azért, mert az önkormányzat nem akar, hanem azért nem lehet odaépíteni, mert ahogy följövünk a
Az aluljáróból onnantól kezdve 50 méterre lehet építeni, tehát a következő utcához kerülhetne át a gyalogátkelőhely, amit senki nem használna valójában. Tehát ezt lehetne, így lehetne megoldani. Már is rátérünk a parkolási nehézségekre, folytatjuk ezt a témát, már az előzőekben is beszélgettünk erről, már 3 héttel ezelőttre gondolok. Ugye a JAK környékén megoldódni látszik ez a parkolási probléma, mert ugye 3 héttel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy nem dolgozik a vállalkozó a parkolók kiépítésén, de ez azóta már megszűnt. Némi nemű munkálat van, nyilván nem abban a tempóban készülnek a parkolók, ahogy elnézem polgármester úrnak a fejingadozását. Jól gondolom? Valóban. Nagyon sokat telefonálok miatta, és nagyon sok konfliktusom van ebből a parkolóépítésből. Most, ha minden igaz, most meghozták tegnap délután a szegélyköveket, meg térköveket, amik még kellenek ugye a parkolóépítéshez, és én úgy tudom, hogy hétfőn fog akkor beindulni a parkolóépítés, de nekem már az elég sok hétfőt mondtak, úgyhogy nem tudom, hogy mikor lesz belőle valami, de folyamatosan rajta vagyunk. Ez most már tényleg úgy, hogy nem is a város építi, számunkra is nagyon problémás dolog. A Bölcsinél is megoldódott, hiszen oda hány parkolóhelyet is épített? 11 parkolóhelyet. 11 parkolóhelyet. Tehát ott is azért lehetne még, én úgy gondolom, ha igen, polgármester igen. úr is egyetért azért. És a Gimihez az a baj, hogy valójában én azt látom, hogy a dolgok kitöltik a rendelkezésükre álló teret. Tehát, hogyha meglesznek a párhuzamos parkolók a Gimi előtt mind a két oldalt, azok is majdnem biztos, hogy napközben tel lesznek. A Bölcsinél is ugye még mindig parkolnak a másik oldalra. Nagyon nehéz így parkolóhelyet méretezni erre a gépjármű forgalomra és erre a gépjármű számra. Úgyhogy ezek úgy valamilyen szinten megoldják a dolgokat, de 100%-os megoldást nem fognak nyújtani. A Bölcsinél ráadásul csak szólok csendesen, hogy kint van elég régóta a 30 km/h sebességkorlátozó tábla is, és nem tudom, hogy a monori rendőrök ott mérnek vagy nem mérnek, de előbb-utóbb ez is be fog következni. Az összes többi általános iskolánál és óvodánál mennyire van rendben a parkolás? Hát ha most úgy végignézzük a Kossuth, kezdjük először a Kossuth-ovit, hát a Kossuth-ovinál egyáltalán nincs rendben a parkolás, ugye ott egyirányosítva lett az utca, hogy tudjanak az egyik szélére parkolni, illetve nagyon sokan ugye a Kossuth-Lajos utca mellé parkolnak. És hát ott is valószínűleg elférne egy párhuzamos parkoló, ami normálisan ki van építve. A Katonánál szintén nem megoldott még jelenleg a parkolás, ott is az útpatkára parkolnak. Most, hogyha nézzük, akkor itt a Petőfi Jovinál, ugye most látom a közösségi oldalon is, hogy felmerült a probléma, hogy normál méretű lett a vízelvezető árok, ugye az út kiszélesítésre került, ugye meg két oldalt szegélyt kapott, illetve megépítették ugye ilyen zúzott kőből a patkákat a szegély mellett, és hát ugye nagyon nehéz most odaállni a szélére. Valójában ott is hosszú távon az lenne a terv, hogy azért kellene kialakítani parkolókat, mert így ugye nagyon nehéz megállni az út szélén. Ott se igazán megoldott még a parkolás. Nemzetőrnél, én úgy gondolom Nemzetőr iskolánál, hogyha azért az udvart jobban kihasználnák, ott azért lenne parkolóhely, de hát ott a földhivatal is azért egy nagy forgalmat generál. És nem is tudom, mit hagytam ki. Mesevárovi, a vadonatúj óvodánk. Mesevárovinál megvannak a tervek, jogerőre emelkedtek. Én azt gondolom, hogy az néhány éven belül megépítésre kerül. Ott 30 parkolóhely van jelenleg, ugye a Kossuth-Lajos utca és az óvoda között 30 darab párhuzamos parkoló van terveztetve. Kossuth iskola? Hát a Kossuth iskolán ott egy hatalmas nagy probléma van, mert egyik az, hogy fizetős parkoló van normál esetben, tehát ez egy nagyon nagy probléma, a másik meg, hogy a iskola mögötti utcába is parkolnak, ami szintén egyirányos, nagyon keskeny. És hogyha az utat nem akarják elfoglalni, akkor a járdára állnak, akkor a gyalogosok nem tudnak elmenni, ha viszont a gyalogosoknak adnak helyet, akkor viszont
a gépjárművek nem tudnak közlekedni, úgyhogy ott is át kell gondolni azt, hogy hogyan. Csak ott meg helyszűkébe vagyunk. Tehát ott nincs lehetőség kialakítani új parkolókat, mert igen? Mindenki szeretne minél közelebb megállni az iskolához. Hát ezzel minden szülő így van szerintem. Adi úti általános iskola. Merőleges parkolás, sorompó, jönnek-mennek a buszok, van ott egy gyalogátkelőhely, és a túloldalon egy eléggé szép zöld felülettel is birkóznak az autósok. Szerintem nem. Egyébként most kiheztünk oda virágládákat, hogy ne parkoljanak a zöld felületre. Valójában ez erre, hogy az iskolába hordják a gyerekeket, ez a merőleges parkoló, ez a lehető legveszélyesebb, ugye, mert beáll, és akkor rögtön kitolat, és azért nagy forgalma az út, és nagyon nehéz rá kitolatni. Én azt gondolom, hogy a hosszú távú megoldás az a párhuzamos parkolás lesz, csak akkor lényegesen hosszabb szakaszon kell kialakítani. Valószínűleg így a zöld felület is át fog alakulni, mert én azt gondolom, hogy mind a két oldalra kellene akkor párhuzamos parkolókat, vagy mind a két oldalra kell majd párhuzamos parkolókat kialakítani. Azt hiszem, az intézmények tekintetében a sorompon inneni részen túl is vagyunk, menjünk át a telepi részre, ugye van, ott van két óvoda, meg egy általános iskola. Igen. Hát a Toldi utca az eleve keskeny, tehát ott nagyon nehéz a parkolást megoldani, de ott úgy gondolom, hogy ez nem olyan forgalmas út, ott megoldható. A Jászai óvodánál ugye megoldottuk annó úgy, hogy kicsit szélesebbre megcsinálták a járdaprogram keretében a patkát, és ott parkolnak a gépjárművek, de azért ott is vannak parkolási anomáliák, mert a dolgozók is parkolnak, azon kívül a szülők is szeretnének ott leparkolni, de én azt gondolom, hogy ott viszonylag rendezett. A Jászai iskola esetén ugye van a Mező utca felül egy hosszú, merőleges parkoló, ahol el lehet helyezni azért elég sok gépjárművet. Ugye ennek ellenére az iskola főbejáratán, ugye a főbejárat elé azért odaállnak, és ott ugye kiemelt szegély van, a másik oldalon árok van, úgyhogy azért, ha ott mind a két oldalt parkolnak, mondjuk olyan reggel 8 körül, akkor elég nehéz a két irányú forgalmat működtetni. Azt hiszem, hogy minden rendben is van eddig. Most rátérünk az állomás és környékére a parkolási nehézségek tekintetében, mert polgármester úr kapott egy levelet, aminek a tartalmát már is ismerteti. És arra kérem, polgármester úr, hogy a B+R, K+R és P+R jelzéseket is rögtön magyarázzuk meg, mi mit jelent. Szóval ezt a levelet ugye Vitézi Dávid úrtól kaptam, és tulajdonképpen azt taglalja, hogy vagy az a kérdésük, hogy az önkormányzat milyen fejlesztéseket, milyen parkolási és közlekedési fejlesztéseket szeretne csinálni az elkövetkezendő időszakban, ugye ott az állomás környékén. Ebből gyakorlatilag most jelenleg idei évben kivitelezésre kerül, azaz 50 darab férőhelyes okos kerékpár tárló lesz, ugye, ami a Gera kertbe kerül elhelyezésre. Mert ugyanis a levél az azt tartalmazza, hogy nyáron alá fogják írni a tervezőkkel a szerződést, és elindul a P+R parkolóknak a tervezése. Ugye ez több vidéki várost is érint, illetve budapesti kerületeket is érint majd. Ami Monor tekintetében fontos az, hogy amit a levélben leírtak, hogy 290 darab P+R parkoló, tehát ez kifejezetten a gépjárműveknek a hosszú távú parkolására szolgál, tehát az, amikor reggel 6-ra, 7-re oda megyek, és akkor mondjuk 4-ig, 5-ig, 6-ig, 7-ig, akármeddig ott tárlom majd a gépjárművemet. 20 darab B+R parkoló, a B+R parkoló, ez kerékpár tárolására szolgál. Valójában nekem ez a 20 darab, ez egy kicsit olyan kevésnek hangzik, de valószínűleg erre van hely, erre van forrás, valószínűleg a többi településen is hasonló méretű B+R parkolót fognak kialakítani, de mindenféleképpen szükség van rá, meg valahogy meg kell oldani, ugye, hogy a lakosok ugye ne a korlátnak zárják ugye a kerékpárjaikat, mikor egyébként ez tiltva is van ott. És az lesz a felkérés a tervezőkkel szembe, hogy kezdjék el megvizsgálni K+R parkoló kialakítást. A K+R parkoló az azt jelenti, hogy
tulajdonképpen rövid idei tartózkodásra szolgál. Tehát arra szolgál, hogy én mondjuk kiviszem a gyermekemet az állomásra, megállok ott, kiveszem a táskáját, odadom neki, kiszáll a kocsiból és elmegy. Tehát nem arra szolgál, hogy én... És ő meg megy tovább a dolgára. Nem arra szolgál, hogy órákon keresztül ott a parkolóba tartózkodjak, hanem kifejezetten egy ilyen gyors parkolást tesz lehetővé. Melyik mikorra készülhet el a P+R, az mennyi időt kapott a kivitelező, vagy egyáltalán a tervezés értelmében, mennyi idő van rá, hogy megépüljön? Nincsenek információink erről, egyedül ez a megkeresés volt. Nem tudom, hogy milyen szinten fognak belevonni minket ebbe, azt tudom, hogy majd akarnak hozzá kamerarendszert is kialakítani, mert ezzel kapcsolatban is már kaptunk levelet. Nem tudom az időpontokat. Én már nagyon nehezen merek itt időpontot mondani, mert ugye azért itt a hosszas ügyintézésekben nagyon elveszhetnek az ügyek, tehát én simán el tudom képzelni azt, hogy ez csak 3-4 év múlva fog megépülni. Mindegy, az a lényeg, hogy egyszer elindul és egyszer meg fog épülni. Monornak nagyon régóta szüksége lenne egy P+R parkolóra, és nem vagyok abban biztos egyébként, hogy a 290 hely most jelenleg csak a jelenlegi problémát fogja megoldani. Tehát ami ugye generálódik azzal, ugye, hogy mondjuk többen közlekednek gépjárművel mondjuk az állomásra, az még nagyobb parkolóigényeket jelent majd. Nem kedvenc téma, de a szankcionálási lehetőségekről is kell beszélni. Ugye a rendőrség itt van helyben Monoron, és van két, illetve három fő, aki a közterületfelügyeleti munkálatokat látja el a hivatalba. Kinek, hol, merre van illetékessége Monoron belül? A rendőrségnek nyilvánvalóan mindenhol. A rendőrségnek mindenhol van illetékessége, tehát tudnak bírságolni. Itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van rá kapacitás, tehát parkolás tekintetében. A közterületfelügyelőknek is van rá illetékességük. Ott még van egy kis jogi probléma azzal, hogy olyankor, mikor felfedezik, ugye, hogy valaki mondjuk nem megengedett helyen parkol, és hogy hogyan tudják felkutatni a gépjármű tulajdonosát, ebben még dolgozik ugye a hivatalunk, hogy ez tökéletes legyen. De hogyha helyszínen tetten érhető ugye a delikvens vagy a szabásért, akkor bizony tudják figyelmeztetni vagy bírságolni. Azért nagy részt az elmúlt időszakban inkább csak a figyelmeztetéssel éltek, de azt gondolom ahhoz, hogy majd be tudjuk tartani a szabályokat, azért néha-néha bírságolni is kell. Annak jobban elmegy a híre. Jobban bevésődik. És ha már a hírekről beszélgetünk, akkor nézzük, hogy hogyan is tájékozódhatnak önök arról, hogy hol, merre, milyen úton, módon tudnak egyáltalán közlekedni a városban, hol lehet parkolni, és egyáltalán. Ugye itt mi erről beszélgetünk. Normál esetben a heti frissben is szóltunk a közlekedési változásokról Monort tekintve. Honlap, újság egyszer le van írva, egyszer megnézi az ember. De ez a helyiekre vonatkozik, mert mi azért megjegyezzük, hogyha történik változás. De azért jönnek környező településről, és időnként sokkal messzebbről is jönnek ide hozzánk. Az Okosváros program keretében van-e lehetőség arra, hogy bármilyen tájékoztatási felületet meg tudjanak alkotni azok részére, akik ide érkeznek, vagy maradunk annál, hogy kihelyezett táblák, és akkor mindenki értelmezi? Okosváros projektbe, ugye amikor a részletes megvalósítatósági tanulmány készült, az okos parkolást azt nem vették bele. Itt tulajdonképpen az okos parkolásba egy olyan megoldást lehetne belevenni, hogy a parkolóhelyek alatt, ugye közepén egy szenzor van elhelyezve, és a szenzor érzékeli azt, hogy azt a parkolóhely foglalt, vagy nem foglalt. És ezt gyakorlatilag egy applikáción keresztül ugye lehet is használni. Lehetne az, hogy mondjuk az a városi applikáció, ugye, ami most elkészül, hogy annak egy része lenne ez, hogy hogyan lehet ugye a parkolóhelyeket megtalálni, vagy hol vannak szabad parkolóhelyek a városban. Én azt gondolom, hogy hosszú távon azért el kell gondolkodni ezen a városnak, hogy bizony így fejleszteni. Most még azt gondolom, hogy azért nem vagyunk annyira elkésve ezzel, de
Tehát még úgy Monor adja a befogadható, és meg lehet találni azért a parkolóhelyeket, de a parkolási koncepció azt kitárgyalja, hogy bizony-bizony kellenek tájékoztató táblák. Ha én a hivatal környékén nem tudok megállni, akkor mondjuk hol van más olyan parkolóhely, ami 200, 300, 400 méteres távolságban van, de ott nyugodt biztonsággal és szabályosan el tudom helyezni a gépjárművemet. Hát a következőkben, ahogy a parkolási koncepcióban haladunk, ezekről is majd lesz szó, és akkor a Kövállnál bekövetkezett változásokkal zárjuk a mai műsorunkat. Mit lehet erről tudni, polgármester úr? Hát ugye a Kövál ZRT vezérigazgatója ugye már hát 3 hónappal ezelőtt jelezte felém, hogy ő megválna tőlünk, vagy elmenne. Ugye nekem az volt a kérésem, hogy jó, akkor még 90 napig itt kellene maradni, amíg a cégnek le tudjuk zárni az ügyeit, tehát a mérleg megtörtént, tehát az előző évet le tudjuk zárni. Ezért április 30-ával elment tőlünk a Kövál vezérigazgatója. Tehát Takár Gábor úr más vizekre vezett át. Most egyelőre egy ilyen átmeneti megoldás van, ugye jelenleg Rajki László, aki egyébként a városfejlesztési Kft.-nek az ügyvezetője, ő látja el a feladatot, és ott gyakorlatilag a üzletág vezetők azok a saját területüket mindenhol ugye koordinálják, de jelenleg ő végzi el a koordinációt. Egy kicsit megerősítettük a városfejlesztő Kft.-t, ugye még felvettünk egy kollégát, és akkor így tehermentesítettük az ügyvezető urat, és akkor így próbáljuk ellátni a feladatot. Jelenleg nem tudjuk azt, hogy hosszú távon mi lesz a hulladékkal, hogyan tudjuk megoldani, viszont hogyha nincs hulladék, akkor ugye az nagy mértékben azért megváltoztathatja a cégnek a helyzetét, mert ugye azért ott a... Elképzelhető, hogy a hulladékszállítás az kikerül mondjuk a Duna-Tisza közétársuláshoz, DTKH-hoz? Még hosszú távon az is elképzelhető. Mi vagyunk az utolsó alvállalkozója a DTKH-nak, tehát a Kövál ZRT, és hát elképzelhető bármi. Tehát hosszú távon ugye az állam magának akarja majd teljesen a hulladékszállítást, nem tudom, hogy hogyan lesz megoldva, és nem tudom, hogy mennyire lesz létjogosultsága az ilyen kis vállalkozásoknak ebbe a hulladékszállításba. További változások történtek-e, azt majd remélem, hogy Rajki László ügyvezető el fogja tudni itt mondani, mert terveim szerint meghívom őt. Nem biztos, hogy a jövő heti adásban, de lehet, hogy a következőben már igen, hát hiszen át kell vennie normálisan, és akkor bele kell teljesen látnia ebbe a történetbe. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ennyi mindenről tájékoztatta a lakosságot, meg bennünket is. A következő alkalommal az alapvető beszélgetési témánk az marad a parkolási koncepció, és aztán majd meglátjuk, hogy egy újabb kormányrendelet esetleg a nyitás tekintetében ad-e kedvezményeket az önkormányzatnak, léphetünk-e ebben a kérdésben tovább, és majd megnézzük, hogy még mi mindennel foglalkozik a képviselőtestület a következő hetekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra. Kedves nézőink, a Gemini Televízió műsorát már is folytatjuk. Hanzelik Andrea fog érkezni hozzánk. Tanulószoba sorozatunk következő részében Lót Kati a kisgyermekek értelmi fejlődéséről kérdezi az Ormos Intézet szakértőjét, Posta Júliát. Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. Az óvodás gyermek értelmi fejlődése. Köszöntöm Önöket! Olyan kedvesen racsol, egy picit pösze, de jól van az úgy, mondjuk az sokszor, hogyha halljuk a gyerekeket beszélni, akár óvodában is, pedig itt már nagyon fontos a tiszta és érthető beszéd, mert ebből lehet leszűrni aztán, hogy a gyermek milyen értelmi szinten áll. Posta Júliával, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadójával beszélgetünk. Hol kell tartani egy 3-5 éves korú gyereknek a beszédben?
A beszéd az egyik legfontosabb jele annak, hogy a gyermek gondolkodási képességei hol tartanak, ezért azt szoktuk mondani, hogy 3 éves korban már a mondatértékű beszéd az, ami elvárható. Ezt nem arról beszélek, hogy 5-10 szavas mondatokkal kellene beszélni a gyermeknek, de tudjon meghatározni egy helyet, egy személyt és egy cselekvést egy mondaton belül, és ezt tudja közérthetően mások számára is érthetően elmondani. Lehet benne egy kis pösszesség természetes, hát hiszen nem elvárt még 3 éves korban, hogy minden hangzót tisztán értsen egy kisgyerek, de értse meg egy idegen is, hogy édesapa elment a boltba. Ez egy hatalmas váltás egy kisgyerek életébe, hiszen közösségbe kerül, más felnőttek vannak körülötte, más gyerekekkel találkozik, a szocializációja hirtelen berobban, és ugye ez készíti őt fel aztán az iskolára. Mennyire képesek a gyerekek ezt mentálisan feldolgozni? Én saját példából kiindulva, én nagyon nem szerettem óvodába járni. A legtöbb gyermek esetében van egy úgynevezett beszoktatási idő, amikor lehetősége van akár csak egy délelőttet ott tölteni az óvodában, vagy későbbiekben 4-5 órát, vagy szülővel megállapodás szerint változó időmennyiséget. Itt a legfontosabb az, hogy a gyerek bekerül egy olyan közösségbe, ahol minden családban más a szocializáció. Az egyik családban ez a szokás, a másikban amaz a szokás, és ezek a gyerekek egy csoportba bekerülnek, és teljesen más elvárásokkal vannak a már többiek iránt, mint amire számítani lehetne. Itt derül ki elsősorban az is például, hogy a beszéde a gyermeknek mennyire érthető, hiszen hogyha otthonról hozott babaszavakkal, vagy ilyen dajkaszavakkal próbálja elmondani az ő mondani valóját, azt nem értik a gyerekek sem, meg az óvónő sem. Emiatt gondolom ugrásszerű a fejlődés az óvodában. Hatalmas ugrásszerű a fejlődés, hiszen a gyerekek legnagyobb törekvése ilyenkor az, hogy a többiekkel együtt egyfajta játékos, mozgásos tevékenységben legyenek egész nap, és hogyha nem tudják ezt kifejezni, vagy nem értik meg a többiek, az bizony nagy kudarc, tehát igyekeznek minél hamarabb megtanulni a többségi beszédet. Az óvodában a helyzet már fokozódik, hamarosan eljön az iskola időszaka, amikor már ugye nem szerencsés, hogyha valamilyen problémával érkezik az iskolába a kisgyerek. Mire érdemes nagyon odafigyelni 3 és 5 éves kor között? Említettük korábban, hogy milyen mozgásformákra van szükség, de értelmileg hol kell tartania a kisgyereknek? Mindenképpen ki kell tudnia fejeznie magát, meg kell értenie a többi ember metakommunikációját, ugyanúgy, mint a szavait. Nagyon fontos a szülőnek arra odafigyelnie, hogy a gyerekkel való foglalkozás alatt a szemkontaktust folyamatosan tartsa, és erre tanítsa a gyermeket is, mert a beszédből csak egy részét tudja a kisgyermek kivenni az információnak, az információ nagyobb része a metakommunikációban, a mimikában rejlik. Ekkor ez azért is nagyon fontos, mert a figyelmét már ebben a korban ezzel tudjuk fejleszteni, és a figyelem, mint az egyik legfontosabb tanulási képesség, ebben a korban alakul a leginkább. Mik azok a felkiáltó jelek, amik megjelenhetnek a szülő tekintetében, hogyha látja, hogy esetleg a kisgyereke nem úgy fejlődik, mint a többiek? Játékában nagyon könnyű megfigyelni a kisgyermeknek minden olyan képességét, ami a későbbiekben a tanuláskor fontos lesz. Meg lehet figyelni azt, hogy mennyire tud koncentrálni egy dologra, mennyire tud odafigyelni egy bizonyos játéktevékenységre, mennyi ideig köti őt ez le. Tud-e a többiekkel együttműködni, tud-e a többiekkel megalkudni, tud-e a többiek között úgy működni, hogy akár kudarc éri, mert nem ő nyer valamilyen játékban. Hogyha ezeket figyeli a szülő otthon is, illetve a közösségben az óvónéni, ebből nagyon sok mindenre lehet következtetni. Mik azok a pontok, amikor már érdemes szakemberhez fordulni? Például, ha nem alakul ki bizonyos fokú kudarctűrés a játékok folyamán, hogyha nem képes a többiekkel együttműködni, hanem csak egyedül játszik folyamatosan, hogyha nem szívesen rajzol, hogyha nem játszik mozgásos játékot, hanem csak áldogál egy helyben. Ez mind-mind olyan jel, amikor oda kell figyelni rá. Azt mondják, hogy egyre több a beszédhibás gyerek. Így van ez? Ez teljességgel így van, és ennek talán Weckerdit tudnám idézni, nem olyan régen hunyt el, sajnálattal vettük tudomásul. Ő beszélt arról, hogy a gyermekek olyan károsan keveset mozognak manapság, hogy ennek a következményei látszódnak most a beszédfejlődésükben, illetve ugyanígy hívta fel a figyelmet arra is, hogy a folyamatos okoseszköz használat gátolja a kognitív képességek fejlődését. Miért gátolja? Miben gátolja? Minden olyan tevékenység, amit a gyerek a szülővel együtt végez, egy asztalnál végzett játék, társas játék, vagy egy közös biciklizés, fejleszti azokat az agyi kapcsolatokat, amikre később a tanulásban lesz szüksége. Hogyha folyamatosan csak okos eszközök
nyomogatásával tölti az idejét, az csak bizonyos idegpályákat épít ki, nem építi össze és nem rendszerezi a gyermek gondolkodását. Ezek is jók persze bizonyos részképességek fejlesztésére, de többségében a közös játék és a közös tevékenység az, ami fejleszt. Kik azok a szakemberek, akiket be lehet vonni, hogyha esetleg van valamilyen elmaradása a gyereknek? Az óvodákban az óvónők általában elvégeznek 3 éves korban egy beszédfejlettségi felmérést, majd ugyanezt megismétlik 5 és 6 éves kor között valamikor. Tehát az óvónők tudnak jelezni nekünk, hogy gond van, mert ők már szakértők ebben. Általában minden óvodában működik egy logopédus, aki legalább felmérni tudja, hogy a gyermeknek a képességei hol tartanak, és a problémát lát, általánosságban véve 1-1 órára az óvodán belül tudják foglalkoztatni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon kevés. Én azt szeretném minden szülőnek javasolni, hogy mindenképpen keressen valamilyen más külső segítséget is. Tehát hiába került a gyermekünk rendszerbe, óvodába jár már, továbbra is nagyon kell figyelni minden mozdulatát, játékát, mozgását és értelmi fejlődését. Köszönöm szépen a beszélgetést! Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató mai műsorunk második vendége, aki a jelenleg is érvényben lévő járványügyi szabályokról ad tájékoztatást. És persze beszélgetünk arról is, vajon milyen programokat készítenek elő arra az esetre, ha a kormányrendelet feloldja a gyülekezési tilalmat, illetve a zenés táncos rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat. Kedves nézőink, a mai műsorban egy rég látott vendéget köszöntök. Hanzelik Andrea ügyvezető érkezett hozzánk, és arról adunk tájékoztatást, hogy mit lehet, mit nem lehet tenni programok tekintetében a következő, hát majdnem fél évben. Szeretettel köszöntelek, így majdnem 1 év után találkozunk, ugye? Jó estét kívánok, szia! Hát novembertől biztos nem találkoztunk. Tehát biztos és bizonytalan dolgokról fogunk beszélgetni, mert hogy azért vannak kormányrendeletek, amik szabályoznak nagyon sok mindent a vigadósok életében is, többek között a rendezvényeket, a csoportokat, terembérleti lehetőségeket, és hát az esküvőt is nyilvánvalóan. Fordított sorrendben fogunk most haladni. Mit tudunk az esküvőkre mondani? Per pillanat, hogyan, miképpen lehet megszervezni egy esküvőt? Április 26-án jelent meg a kormányrendelet, amit köznyelven csak úgy szólunk, hogy a nyitásról szóló kormányrendelet, ugye ez szabályozza azt is, hogy a közművelődési intézményekbe hogy ki és milyen módon léphet be. Ez a kormányrendelet rendelkezik az esküvőkről is, tehát csak magáról a polgári szertartásról, és itt semmiféle kedvezményt nem tettek a novemberi szabályozásokhoz képest, tehát ugyanazok a szigorú rendelkezések, az irányadók most is, amelyek november óta folyamatosan, tehát csak nagyon szűk családi körben lehet az esküvői szertartásokat szervezni, csak a pár, a tanúk, anyakönyvvezető, szülők, nagyszülők, illetve ha vannak, akkor a gyerekek lehetnek jelen ezeken a szertartásokon. Úgyhogy hát a fiatal pároktól még egy kis türelmet kérünk, hogy igazán nagy esküvőket és lakodalmakat lehessen szervezni. Milyen szabályokat kell még betartani, gondolok itt a maszkviselésre. Ugye az egy értelemszerű dolog, hogy akiknek kvázi nincs szerepük, tehát nem a menyasszony és a vőlegény meg a két tanú, a többieken legyen maszk, de vajon a menyasszonyon és a vőlegényen is kell, hogy legyen? Nem, természetesen a menyasszony és a vőlegénynek nem kell maszkot viselnie, hiszen azért az esküvői fényképeken azért kicsit furcsa lenne, ha az igent maszkba mondanák ki. De ugye a szabályozás itt is kitér arra, ugye ami most egy nagyon sláger téma, hogy védettségi igazolványa a rendelkezők, nem rendelkezők, ugye nálunk is most ez lett a kulcs fogalom, védettségi igazolványa a rendelkezők, nem rendelkezők. Alapelv az az, hogy a közművelődési intézményeket a védettségi igazolványa a rendelkezők látogathatják. Az esküvők esetében pont ezért, mert hogy nagyon szűk családi körben zajlik a szertartás, ott nem kitétel, de ott viszont a vendégeknek maszkot kell hordaniuk. Na nézzük a rendezvényeket, ugye ezt is két részre bontjuk, van, ami bent van az intézmény területén, vigadóban, vagy éppen a művelődési központban. Ilyen típusú rendezvényt szervezhettek-e már, van-e rá lehetőség, mit mond a kormányrendelet?
Igen, zárt térben már lehet rendezvényeket, kulturális rendezvényeket szervezni, kivéve a zenés-táncos rendezvények, arról is rendelkezik ugyanez az április 26-i kormányrendet, hogy zenés-táncos rendezvényeket még nem lehet szervezni, de egyéb előadói esteket, színházi rendezvényeket. Közös nevező például? Például kiállítás, megnyitókat is lehet szervezni, esetleg komoly zenei koncerteket, tehát amik ültetettek, és ahol pontosan tudjuk ellenőrizni a védettségi igazolvány meglétét, mert itt nagyon szigorúan rendelkezik a kormányrendelet, hogy ezeket a rendezvényeket kizárólag a védett személyek látogathatják, illetve velük együtt a 18 év alatti gyermeküket hozhatják ezekre a programokra. Hogyan ellenőrzitek, mi mindent kértek a védettségi igazolvány mellé? Ugyanígy jogosultságot kaptak a szervezők, hiszen a felelősség is a szervezőké, hogy csak védett személyek legyenek a kulturális előadásokon az intézményekben. Ugyanígy jogosultságot is kaptak a szervezők, hogy személyigazolvány és a védettségi igazolvány felmutatásával tudja valaki igazolni, hogy ő védett. És akkor a rendezvények tekintetében kiszabadulunk egy kicsit a szabadtérre. Ugye azt már megszokhattánk, amikor Andi itt van nálam, ez 2019-ig volt így igaz, akkor mindig valahogy úgy április környékén beszélgettünk már a kinti programokról, és akkor mindig úgy fejeztük be a beszélgetést, hogy na akkor mostantól összebútorozunk. Hát eljött a május, de még nagyon úgy tűnik, hogy nem fogunk bútorozni egy darabig. Szabadtéri rendezvényekre melyek azok a szabályok, amire oda kell figyelnetek majd? Hát szerintem rajtunk kívül kevesen szeretnék, hogyha már tényleg valóban idézélve összebútoroznánk, és a rendezvény egyik rendezvényről a másikra költözhetnénk, de sajnos erre még várni kell, hiszen a kormányrendelet rendelkezik arról is, ugye, hogy ugyanúgy kerülendők a csoportosulások és a gyülekezések, tehát olyan típusú szabadtéri rendezvényeket, mint a Borvidékek hétvégéje, vagy a Fröccsszombatok, ami teljesen nyitott terület, bárki számára látogatható, nem lehet ellenőrizni az odaérkező vendégeket, ilyen típusú szabadtéri rendezvényeket jelenleg még nem lehet szervezni. Hát mi bízunk benne, hogy ha elérjük az 5 millió beoltottat, akkor talán ezek a szabályok is enyhülnek, és reményeink szerint talán júniustól már szervezhetünk ilyen programokat. Na, ezekről azért majd részletesen beszélünk, mert a tervek megvannak, és ha már szóba hoztad a csoportosulást, mint fogalmat, hát mi van a csoportjaitokkal? Hát ők aztán most igazán nem csoportosulhatnak, vagy igen? Ők igen, tehát a művelődési házba és a Vigadóban működő csoportok is visszatérhetnek a megszokott rendbe. Alapelv itt is ugyanaz. Védett, nem védett személy. És tényleg nem szeretnénk senkit, hogy azt mondják, hogy mi nem engedtük be, sajnos, vagy nem sajnos, nekünk ugye be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat, úgyhogy kénytelenek vagyunk kizárólag a védett személyeket beengedni. Ez ugyanúgy érvényes akár a nyugdíjas klubokra, a bridge klubra, angol társalgási klubra, bármelyik olyan csoportra, hogy kizárólag a csoportokba azok térhetnek vissza, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. És akkor a terembérlet még az, amit ti tudtok biztosítani. Milyen céllal tudjátok kiadni most a termeket, illetve hát akkor nyilván, ahogy már elmondtad, oda is a védettségi igazolvány az mindenképpen kell. Igen, a korlátozások megszűntek ezen a téren is, tehát termet tudunk ugyanúgy bérbe adni, akár néhány főtől egészen 200 főig, akár a művelődési ház vagy a Vigadó nagy termét is bérbe tudjuk adni. A bérleti szerződésben minden esetben ki fogjuk kötni ezen túl, hogy a bérlő köteles gondoskodni arról, hogy az általa a bérleményben végzett tevékenység ideje alatt kizárólag védett személyek tartózkodhatnak az épületben. Hogy működnek azok az ügyfélszolgálatok, akik a ti épületetekben ügyintézésre ott vannak? Az ügyfélszolgálatok kvázi ugyanúgy bérlőként jelennek meg nálunk, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy alkalmi terem bérlőre, csak hát, hogy ők folyamatosan ott vannak, úgyhogy ugyanúgy az ő esetükben is nekik kell ellenőrizni azt, hogy akik odaérkeznek, azok védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek. Ezek tehát, kedves nézők, azok a biztos szabályok és betartandó intézkedések, amelyeket a kormányrendelet taglal. Ez volt az, ami biztos, és most egy kevésbé biztos, inkább bizonytalan dologról fogunk beszélgetni, mégpedig a programokról. Ami azért meg tudott valósulni, hogy ilyen csúnyán fogalmazzam, az a május 1-i májusfaállítás.
Igen, hát az online térben próbáltunk azért aktívak maradni ebben a nagyon lekorlátozott időszakban is, és nagyon sok jó példa volt arra, hogy hogyan tudtunk egy kicsit közösséget építeni annak ellenére, hogy nem lehetett csoportosulni, nem lehetett találkozni egymással. Ilyen jó példa volt úgy gondoljuk a Városi Séta is, amilyet online hirdettünk meg, és több mint 100 megfejtés érkezett, amely során ugye monori emlékműveket, emlékhelyeket kellett körbejárni, és akár mobil applikációval, vagy akár papírformában is különböző kérdésekre kellett a választ megkeresni ezeken a helyeken. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, nagyon sok jó megfejtés érkezett, közülük sorsoltuk ki a 10 szerencsés nyertest. És igen, a legutóbbi kezdeményezésünk a kreatív műhely sorozatunk keretében a májusfa állítás és a szeretetfal állítása volt. Ugye a május 1-e és anyák napja ugye most nagyon közel volt egymáshoz. És Krucsó Laci barátunkkal ebből az egybeesésből jött az ötlet, hogy próbáljuk meg egy kicsit így köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat, illetve a szeretteinket is, hogy erre a szeretett falra üzeneteket lehetett megfogalmazni, lehetett csak úgy titokban is írni valakinek a párjának, vagy akinek udvarolni szeretne, lehetett ilyen titkos üzeneteket is írni, és ha valaki megtalálja az ő számára szóló üzenetet, akkor egy közös fényképet várunk a Vigadónak az e-mail címére, amelyeket a Facebook oldalunkon majd közé fogunk tenni. Kétszer kellett megnéznem azt az e-mailt, amit Andi küldött nekem a napokban, mert hogy online strázsahegyi tekerő. Megmondom önöknek őszintén, hogy átgondoltam, hogy online, akkor az minimum a net, minimum ott kellene számítógép előtt kéne ülni, és akkor úgy, vagy hogy van ez? Hát most mindent el fog mondani nekünk, Andi, hogy néz ki a strázsahegyi tekerő, amelyről évek hosszú során keresztül fantasztikusabbnál fantasztikusabb összefoglalókat láthattak. Idén ez is elmarad, de van helyette az online. Igen, nagyon sokáig vártunk azzal, hogy mi legyen a strázsahegyi tekerőnek a sorsa. Ugye az iskolákba épp, hogy visszatértek az alsó tagozatosok, majd talán egy hét múlva visszatérnek a felső tagozatosok is. Úgyhogy elég nagy a bizonytalanság, és feltételezzük azt, hogy egy ilyen típusú versenyt, egy ilyen típusú rendezvényt ugyanúgy a gyülekezési tilalom miatt nem lehet még megszervezni május 17-én, és próbáltunk valami olyan alternatív megoldást keresni, hogy mégsem maradjon el azért a strázsahegyi tekerő teljes egészében, és ekkor merült fel az ötlet, hogy tulajdonképpen ezt lehet úgy is csinálni, hogy nem kell mindenkinek egyszerre ott lenni, nem kell mindenkinek egyszerre rajtolni, igaz, Szili nénit ezeknél nagyon fogjuk hiányolni, De egy online verseny keretében mindenki akkor teker, amikor ideje van, amikor ráér, amikor úgy gondolja, hogy szép idő van, együtt tekerhet a család is, több korosztály is együtt tekerhet. Egy alkalmazást kell letölteni a mobiltelefonra. Erről minden információ megtalálható a Vigadónak a honlapján, a www.vigadokft.hu. Egy kis okost is gyártottunk, hogy ezt az applikációt hogyan kell letölteni, hogyan kell használni. Térképet is mellékeltünk hozzá, tehát az applikáció segítségével pontosan körbevezeti a versenyzőt a pályán. Nem lehet eltévedni, tehát pontosan vissza lehet találni. 4 különböző korcsoportot határoztunk meg. Alsó tagozat, felső tagozat, középiskolás és a felnőtteknek is lehet módjuk versenyezni. Amikor elindulnak, akkor elindítják az időmérőt a saját telefonjukon, amikor megérkeznek vissza a célba, akkor leállítják, és erről egy képernyő fotót küldenek a Vigadónak az e-mail címére, vigadokukac@vigadokft.hu. Kérjük, hogy ezt névvel, korral és elérhetőséggel lássák el, illetve az általános és középiskolásokat kérjük, hogy azt is írják rá, hogy hol tanulnak, hiszen a legtöbbet nevező iskolát is díjazzuk, azon kívül, hogy természetesen az első 3 helyezett is díjazásba fog részesülni minden korcsoportban. Hát akkor most már, ha elmúlik ez a nagyon szeles idő, akkor bringára fel és tekerjenek egy jó nagyot, strázsahegyi tekerő, és az elmondottak alapján küldjék meg az információkat. Gyereknap. Május 1-e, anyák napja környékén voltunk, május végén pedig gyereknap. Ezt is megszokhattuk, hogy különböző helyszíneket kipróbáltunk már, de azt gondolom, hogy a sportcsarnoknak a területe, illetve az előtte lévő parkoló volt a legutóbbi 19-ben. 20-ban is elmaradt ugye ez a program. 21. Várunk a csodára?
Igazából úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy megpróbálunk egy kicsit alternatív gyereknapot szervezni, hiszen valahogy, ha szerencsénk is van, valamikor ott a körül lehet meg majd az 5 millió beoltott, és azt sem tudjuk még, hogy akkor, ha megvan az 5 millió beoltott, akkor lehet egyáltalán ilyen típusú tömegrendezvényeket szervezni, hiszen azt hiszem, hogy a sportcsarnokban zajlott gyereknapként azt igazán lehet tömegrendezvénynek nevezni, hiszen nagyon sok gyereket, családot megmozgatott ez a program, és nagyon sokan látogattak el ilyenkor a sportcsarnokba. Terveink szerint idén nem a sportcsarnokban rendezzük a gyereknapot, hanem úgy szeretnénk, hogy a különböző játszótereken, különböző aktivitásokkal egészítenénk ki az ott lévő játékokat. Tavaly is volt egy-két ilyen nagyon jó kezdeményezésünk, ami nagyon nagy sikert aratott a gyerekek, illetve a családok körében. Emlékeztek valószínűleg ti is rá, volt ugrálóvár, voltak különböző zenei programok, volt gyúrta sátor, minden játszótérnél próbáltunk valami kis pluszt nyújtani a gyerekek kikapcsolódásához, úgyhogy a gyereknapot elnyújtanánk egy gyerek hétvégére, és péntek, szombat, vasárnap szeretnénk a különböző játszótereken különböző programokat kínálni a gyerekeknek, de itt mindig hangsúlyoznunk kell, hogy amennyiben a jogszabályok ezeket engedni fogják. És akkor most áttérünk, Andi, remélem egyetértesz velem a boros rendezvényekre. Borvidékek hétvégéje, Pincezenefesztivál, Fröst Szombat, ok. Mert azt nem tudni, hogy egyet, kettőt, hármat. Hogy terveztek? Tervezni úgy gondoljuk, hogy mindenképpen muszáj, hiszen ha nem tervezünk, akkor nem lesz belőle semmi. Aztán legfeljebb, ha úgy adódik, és a rendelkezések úgy szólnak, hogy nem lehet megcsinálni, akkor fájó szívvel elengedjük, de hát mi az utolsó percig fogunk abban bízni, hogy ezeket mindet meg tudjuk valósítani. Június 12-én készülünk a Borvidékek hétvégéjére. Ott is egy ilyen light-os verzióval, tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy a 22 borvidékről ugyanúgy borászokat lehetne ide hívni, és tízezres tömegrendezvény. Igen, szerintem. Tehát ennek semmi realitását nem látjuk, hogy egy ilyen rendezvényt lehessen június kvázi elején szervezni. Meg hát azért elég rövid az idő ahhoz, nem? Hát azért igen, ezt már igen, valamikor már januárban elkezdtétek annak idején szervezni legkésőbb. Igen, tehát azért ehhez már nagyon rövid az idő, és még azt se tudjuk, hogy ha most elkezdenénk szervezni, akkor biztosan meg lehet csinálni június 12-én a programot. Ezért egyeztettünk a borrenddel is, egyeztettünk a városvezetéssel is, egyeztettünk a helyi borászokkal is, és egy olyan konstrukciót tudnánk elképzelni, hogy a helyi borászokra, a helyi termelőkre fektetnénk a hangsúlyt, tehát ők a saját pincéikbe kínálnák a saját boraikat, saját termékeiket, ez kiegészülne természetesen a Strázsahegyen most már elég szép számmal levő éttermes vállalkozásokkal, úgyhogy igazából egy nagyon hangulatos programot lehetne ebből is szervezni, hát reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk. Ha lesz, a dátum az június 12-e. Megint az én születésnapomra fog esni. Nem panaszkodom, félre. Mindig megünneplünk rendesen téged. Pincezenefesztivál? A Pincezenefesztivál előtt még egy Fröst Szombatot tervezünk, június 26-án, ugye ezt a Szent Ivánéhez szoktuk közelíteni, amikor mágiát rakunk, és nagyon-nagyon jó kis táncos, zenés rendezvényt szervezünk, feltéve, ha lehet zenés-táncos rendezvényt szervezni június 26-án. Ezt a kis tóhoz tervezzük, majd ezt követően július 17-én a főtérre, hiszen azt is úgy gondoljuk, hogy nagyon szeretik az emberek, egy nagyon jó rendezvényhelyszín a főtér lezárva, a Kossuth-Lajos utca. Reméljük, hogy júliusban ennek már semmi akadálya nem lesz, és aztán majd utána július 31-én készülünk a Pincezene Fesztivállal, amire most már 3 éve készülünk. De hát ugye először, amikor kitaláltuk, akkor ugye az azért volt a tervezés, tavaly nem lehetett megvalósítani, terveztük tavaly ugye a Borvidékek hétvégének a pénteki napjára, aztán terveztük szeptemberre, és akkor most tervezzük júliusra. Hát reméljük. Azt szokták mondani, hogy 3 a magyar igazság, 4. a ráadás. Legrosszabb esetben 2022-ben biztos meg lesz. Hát mi azért bízunk benne, hogy az már a második Monori Pincezene Fesztivál lesz 22-ben.
Ugye ennek a rendezvénynek a célja, hogy helyi amatőr zenekaroknak biztosítsunk bemutatkozási lehetőséget, természetesen a hangulatot egy kicsit fokozva a helyi borokkal, amit a helyi termelők kínálnak majd a Szent Orbán téren a terveink szerint, hát reméljük, hogy meg lehet majd valósítani. És akkor most átérünk az ünnepekre. Tavaly pontosan március 15-én volt az első olyan alkalom, amikor nem lehetett nemzeti ünnepet megtartani. Bizonyára emlékeznek akkor, hogy Narázsi Kálmán polgármester úr, Juhász László alpolgármester úrral közösen koszorúzták meg a 48-as emlékművet a polgármester hivatallal szemben. Aztán Trianonra volt lehetőség az évforduló kapcsán egy szabályokkal teli, de mégiscsak megemlékezést azt meg lehetett tartani. És aztán augusztus 20-án is emlékeim szerint a templomban az új kenyér szentelése megvolt, és október 23-án már ismételten csak nagyon szűk körben polgármester úrral és államtitkár úrral közösen koszorúztunk. Trianoni megemlékezés. Mire számíthatunk akkor, amikor tavaly a legnagyobb számok kezdeténél már tisztán látszott, hogy majd itt engedni fog a kormányzat? Mi bízunk abban, hogy ez idén is így lesz. Ugye tavaly is külön rendelkezés volt a trianoni megemlékezések szervezésére. Bízunk benne, hogy ez idén is megtörténik, hiszen a Erdélyi Körök Országos Szövetsége egy nagyszabású programmal készül a város vezetésével közösen június 4-ére, hiszen a Gerakertba egy székelykaput szeretnének felállítani, ehhez határon túli vendégeket szeretnének hívni, egy nagyszabású ünnepségre készülünk. Hát reméljük, hogy ehhez is adottak lesznek a jogszabályi keretek, hogy egy ilyen nagyobb rendezvényt lehet már június 4-én tervezni, vagy szervezni, mi tervezzük, reméljük, hogy szervezni is lehet. Mi történik akkor, hogyha a jogszabály azt fogja mondani, hogy lehet trianoni megemlékezést tartani, de mondjuk csak abban a formában, mint a tavalyi évben? Akkor hogy alakul át ez a program? Nem szeretnék kötözködni, csak hogy a nézők nagyjából tudják mihez tartani magukat. Tehát meglátjuk, hogy milyen korlátozásokat hoznak. Nyilván, hogy a határokat majd látjuk, majd meg be fogja határolni a kormány, hogy mit lehet és mit nem. Hogy lehet-e határól, túlról vendéget hívni egyáltalán, hogy korlátozzák-e az ott résztvevőknek a létszámát, hogy mennyien lehetnek egy ilyen ünnepségen. Tehát ezeket tavaly is igyekeztünk azért mindig nagyon jó arányokban betartani. Úgy gondoljuk, hogy sikerült is. Hát majd figyeljük a rendelkezéseket, és megpróbálunk azoknak teljesen megfelelni. És akkor maradt az augusztus 20-a, tovább nem ismerünk menni, mert hát aztán szeptemberre végképp nem látunk még, csak sejtéseink sincsenek, hogy mi lehet előre. Hát augusztus 20-a ugyanaz a forgatókönyv, mint ami tavaly volt, emlékszel, hogy pontosan ugyanez zajlott, hogy elkezdtek az állami ünnepségekre is készülni augusztus 20-ára, igen. És akkor utána a járványügyi adatok annyira romlottak, hogy aztán utána mindig lejjebb, majd a végén ugye nálunk is minden programot le kellett fújnunk, minden szerződést vissza kellett mondanunk, ugye a Kis Tónál készültünk egy viszonylag kisebb augusztus 20-ára, mert azt tudtuk, hogy akkora nagy koncertet már nem lehet szervezni, mint amelyet éveken keresztül szerveztünk. Készültünk a Kis Tónál egy kisebb programmal, de aztán a korlátozások miatt azt sem lehetett megvalósítani, hanem ahogy mondta, csupán a templomban tudtunk egy megemlékezést tartani. Hát reméljük, hogy idén nem így lesz. Hát nincsen egyszerű dolgotok, azt gondolom, mert úgy programot szervezni vagy tervezni, hogy vagy igen, vagy nem, úgy nagyon nehéz. Szerződések ilyenkor nem, gondolom, nem kerülnek aláírásra, hanem csak egy elvi megállapodás születik, mondjuk egy esetleges fellépővel? Hát abban a viszonylag szerencsés helyzetben van minden szervező, hogy minden szervező pontosan ugyanebben a cipőben jár. Tehát senki sem mer biztosat mondani, egyetlen egy fesztivál szervező sem, hogy ez tuti, hogy ekkor már meg lehet csinálni. Mindenki készül, mindenki szeretné az általa tervezett programot megvalósítani, de azt is tudják a fellépők is, a közreműködők is, az együttműködő partnerek is, hogy csak olyan szerződéseket lehet megkötni, ha egyáltalán kötünk szerződéseket, hogy azok visszamondhatóak ezekben az esetekben, hogyha a rendelkezések miatt ezeket nem lehet megvalósítani. Maga a szakma, a rendezvényszervezés, a programoknak a megvalósítása mennyire sínylette meg ezt a bő egy évet?
Ugye ez volt az a tevékenységi kör, amit legelsőnek lekorlátoztak, és hát szakmai berkekben is úgy látjuk, hogy ez lesz a legutolsó, amit el fognak engedni. Tehát, hogyha ha valakinek nagyon hosszú távon bevétel kiesése volt, meg egyáltalán ezt azért elviselni, hogy akik pörögtek ezerrel nap mint nap, és minden hétvégén dolgoztak, és a nyarat végig fesztiválozták, és szervezték ezeket a programokat, azoknak még egy nyaruk úgy teljen el, hogy kvázi tétlenségben, mert lehet online programokat szervezni, lehet különböző egyéb aktivitásokat kitalálni, na de hát az azért nem az, amit mi igazán szeretünk, igen, tehát a közvetlen emberi kapcsolatok, azok mindenkinek nagyon hiányoznak. Tehát én azt mondom, hogy ha van szakma, ami megsínlette a Covid-járványt, azaz a rendezvényszervezés, fesztiválszervezés, az nagyon keményen. Hát akkor én azt kívánom nektek is, meg egy kicsit magunknak is, hogy mozduljunk ki végre, és akkor, ha már jön a jó idő, akkor legalább szabadtéri rendezvényeken találkozhassunk. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Hanzelik Andreával ma arról beszélgettünk, hogy mi az, ami biztos a kormányrendelet, milyen szabályozásokat ír elő az ő számukra is, mit lehet és mit nem lehet. Meg persze próbáltunk arról is beszélgetni, hogy vajon, ha egyszer megjön a kormányrendelet végig nagybetűvel, ami már enged csoportosulást, enged szabadtéri programokat, akkor nagyjából mire számíthatnak. Figyeljék a Vigadónak a honlapját, a közösségi oldalakat, és persze figyeljenek ránk is, hiszen mihelyt van valami információnk, Andi újra a vendégem lesz. Köszönjük szépen a figyelmüket, a Gemini Televízió műsorát már is folytatjuk. A Monori Városi Könyvtár 2013. május 16-ától már dr. Borzsák István Városi Könyvtár és helytörténeti kiállítás néven ismert. A névadón Pogáncsás Tibor városunk akkori polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. A történelmi múlt ismerete gazdagítja szemléletünket, szókincsünket, érzelemvilágunkat és a jövőbe vetett hitünket. Ezért fontos, hogy szülőhelyünket, lakóhelyünk múltját megismerjük, fejlődését állandó figyelemmel kísérjük, pusztító szándéktól tartózkodjunk. Lakóhelyünket szeressük, és ragaszkodásunkkal, tudásunkkal, meg minden erőnkkel segítsük további fejlődését. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen a gyönyörű délutánon. Köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy formálisan is nevet kap a Városi Könyvtár. Ez a névadás, maga az ötlet a város megújulásával, a városközpont megújulásával, a könyvtár épületének a megújulásával tulajdonképpen egy időben született meg. Minden változik körülöttünk, minden mozog, változnak az értékek, változnak azok a dolgok, amik nap mint nap érintenek bennünket, érintik a gyermekeinket. És mégis vannak reményeink szerint állandónak tekinthető értékek. Ilyen állandó érték, bízom benne, hogy ilyen állandó érték a tudás, az ismeret, amely kapcsolódik a saját lakóhelyünkhöz, kapcsolódik a szülőföldünkhöz, kapcsolódik ahhoz a közösséghez, amiben élünk. Megújul a város, megújult a városközpont, ugyanakkor akik itt élünk, akik ebben a városban élünk, talán lassabban változunk. A gyerekek, a fiatalok gyorsan, ahogy korosodunk, úgy talán az idő múlik fölöttünk, de a mi változásunk már lassabb, kevésbé reagálunk a kor kihívására. A könyvtár és általában a közművelődés, a közművelődési intézmények és a városnak az intézmény hálózata arra szolgál, hogy egyfelől biztosítsa a teret a változás követéséhez, biztosítsa az ismeretanyagot ahhoz, hogy a gyermekeink, a fiatalok lépést tudjanak tartani a világgal, és ugyanakkor dokumentálja mindazt, amin átesünk, mindazt, amit átéltek eleink, dokumentálja mindazokat az értékeket, amelyek körülvesznek bennünket. Újul, megújul a város, megújul a könyvtár, ismételhetnénk ezt, de igazán az, hogy a város-e, igazán az, hogy az itt élő emberek városi embereke, vagy egyáltalán közösséget alkotnak-e, az nem ezeken a külsőségeken múlik. Egy településen, egy városban akkor élnek igazán jól az emberek, akkor élik meg igazán a saját közösségüket,
hogyha egy olyan társadalomban, olyan közösségben élnek, ahol barátaik vannak, ahol ismerőseik, jó ismerősök, ahol egymáshoz lehet fordulni, ahol segítséget lehet kérni, és segítséget adunk szívesen a másiknak. A közösség építése az nem az aszfaltból, nem a falakból, nem a téglákból áll, hanem azokból az emberi kapcsolatokból, amelyeket együtt, közösen kell létrehoznunk, együtt, közösen kell ápolnunk, közösen kell gondoznunk. Egészen a kisgyerekektől az idősekig. Ehhez a közös gondoskodáshoz szolgálnak teret, biztosítanak teret a város intézményei. Ezeknek az intézményeknek az állapota, megújulása, vagy a reményveli megújulása egy keret, amelynek a megtöltése, amelynek a kihasználása az mindannyiunknak a feladata. Hogy a város szülöttjére, a város díszpolgáráról kapja a nevét a könyvtár, azt gondolom, hogy jól szimbolizálja azt, amit szeretnénk elérni. Értékeljük a múltunkat, szeressük, becsüljük a múltunkat, az értékeinket, és mindinkább törekedjünk arra, hogy meg tudjunk felelni a jövő kihívásaihoz. Én kérem ehhez az önök együttműködését, kérem a segítségüket, és mindaz a munka, aminek a gyümölcsét, eredményét most élvezhetjük, az bizonyítja, hogy ebben erre mindenkiben megvan a szándék. Vegyék ismét birtokba a könyvtárat, használják minél többet. Dr. Borzsák Istvánnak, a könyvtár újdonsült névadójának unokájaként, nevének viselőjeként, a család nevében szólok önökhöz. Nagy megtiszteltetés ez nekünk, akik büszkék vagyunk rá. Számos kitüntetése közül különösen büszke volt szűkebb szülőföldjének kitüntetésére, büszkén viselte Monor díszpolgára címet. Biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon megtisztelve érezné magát, hogy a Monori könyvtár az ő nevét viseli a naptól. A könyvtár. Az ókori irodalom tudósaként kutatásának anyagai a könyvek voltak, és a könyvtárban, a könyvtárakban, különböző könyvtárakban végezte kutatásait. Ha pedig nem, akkor otthon dolgozó szobájában, ami maga egy könyvtár volt tulajdonképpen, ott dolgozott, ott írt a könyveit. Dolgozószobájának bizonyos részei mostantól fönt az emlékszobában láthatók, olvasólámpája, írógépe, széke.
és ezek is emlékeztetnek minket a nagy elődre. A nagy elődre, a 20. század tudósára, aki innen Monorról indult gyerekként, ahol apja is, dédapja is tanítottak, és ide tért vissza. Azután hosszú, eredményes pályája végén, ősei mellé, a monori református temetőbe, ahol dédapjának, az előtte egy évszázaddal született Borzsák Andrásnak a sírján olvasta sokszor gyermekként azt a sírverset Máté evangéliumából, ami vezérigéjévé lett életében. Ki csak azt végezi, mi parancsolt dolga, az Úr Jézus szerint haszontalan szolga. Nos, ő többet végezett parancsolt dolgánál. Nem volt haszontalan szolga, úgyhogy büszkék lehetünk nagy elődünkre, és a család nevében is nagyon köszönjük ezt a megtiszteltetést. Borzsák István, mint klasszikus filológus, a könyvek, a szövegek között élte le hosszú és tartalmas, eredményekben gazdag életét, és tudományos teljesítménye önmagában is elegendő jogcím lenne ahhoz, hogy Monor városa róla nevezze el könyvesházát. De a professzor úr nem csak mint a könyvtárak használója kötődött a bibliotékákhoz, élete során két alkalommal könyvtáros is volt, és 1937-ben könyvtárosi szakképzettséget is szerzett. Persze el kell ismerni, hogy mindkét alkalommal a kényszer hatására lett bibliotékárius. Először az 1930-as években a gazdasági kényszer, magyarán a megfelelő állás hiánya miatt végezte el a tanfolyamat és dolgozott átmeneti ideig az Országos Széchenyi Könyvtárban. Másodszor 1957-ben lett menedéke a könyvtár, akkor, amikor politikai okokból eltávolították az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzori karából, és az egyetemi könyvtárban jutott megélhetéshez. Borzsák István számára tehát nem teljesen önként vállalt hivatás volt a könyvtárosi, ugyanakkor a rá jellemző protestáns munkaetosz szellemében a kényszerűségből rárót sorsot a tudományos pályafutása kiteljesítőjének fogta fel, és számos fontos tanulmánya a könyvtári közegnek köszönheti létrejöttét. Hasonlóan Németh Lászlóhoz, aki az 1950-es években az írás helyett műfordításra kényszerítve a fordítás kísérleti műveinek tekintette, a Gályapadból laboratóriumot hozott létre és magas tanulmányokban foglalkozott a fordítás elméletével és gyakorlatával, úgy a professzor úr is az egyetemi könyvtárban az antikvitás reneszánszkori továbbélésének forrásanyagát fedezte fel és építette be kutatási területébe. Egyébként az 1950-es évek kutatói, tudósai, irodalmárai között nem egyedüli volt, aki a politika miatt pályamódosításra kényszerült és könyvtárban tudott átmeneti időre menedéket találni. Egy olyan korszakban voltam én egyetemista, amikor a klasszika filológia nem tartozott a felsőbb körök legkedvesebb tárgyai közé. Ha éppen nem is tiltották, de éppen csak eltűrték, és semmiképpen nem támogatták azokat, akik ezzel a tudománnyal foglalkoztak. Mi azonban a tanítványok ebből nem éreztünk semmit. Számunkra a Latin Intézet az volt a kultúra, a tudománynak az otthona, a békének a szigete, ahol nagyon-nagyon jó volt ott lenni, és ezt az örömet a tanárainktól, és mindenek előtt, és legfőképpen Borzsák tanár úrtól kaptuk. Nem véletlen, hogy ő volt a Borzsák Angelikus, az angyali Borzsák, ahogyan mi neveztük. Nem tudom, hogy abban az időben eljutott-e hozzá ez az epiteton ornáns. Sok-sok évvel később, utolsó találkozásunkkor, elmondtam neki, hogy így hívtuk őt valamikor, mosolygott rajta, de még akkor is megőrizte az angyaliasságát, hiszen túl 90 évén eljött ide Monorra azért, hogy a monori diákoknak beszéljen az indulásról, ami ehhez a városhoz kötötte, és arról az életútról, amely mi tudjuk már, hogy nagyon magasra vezetett. Nem beszélt a gyerekeknek akkor azokról a nehézségekről, amikről most az előbb hallhattunk. De aki figyelt az életútját, tudta,
és ha addig is csodálta és szerette, akkor még jobban a szívébe zárta a professzor urat, aki meg nem tört derékkal, egyenesen ment végig azon az úton, amelyiken elindult. Hanvas Béla szavaival, a boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Igyekszünk ebben a szellemben végezni munkánkat. Köszönjük az itt jelenlévők támogatását, azokét, akik együtt költöztették velünk a könyvtárat, és azok segítségét, akik itt most az ünnep részesei voltak. Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért, ne feledjék az adások ismétlésének időpontjait, hétfőn délután 3 órakor, pénteken pedig este 9:30-kor kezdünk. A képernyő alján már is mutatjuk elérhetőségeinket. Telefonszámunk 29-es körzet 413-511, e-mail címünk gemini.tv@gmail.com, honlapunkat pedig megtalálják a www.gemini.tv.hu címre kattintva. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes, szép hétvégét kívánok mindannyiuknak. Legközelebb május 15-én szombaton délután 5 órakor várjuk Önöket nagy szeretettel a képernyők elé. Addig is viszontlátásra!